Egyszer volt, hol nem volt, lett egyszer, hogy Mária és a magyarok országa már nem volt népköztársaság, köztársaság se, hanem társaság. Orbán Viktoré, aki 100 évre előre és hátra a feje volt néki, meg a talpa es, amire az országát naponta állítgott a feszt. Holnapra megforgatni a tempó meg a móres. A volt a lényeg. Volt ez csörömpülés, forgács hullás. Zörgött a sok szentesített eszköz, ahogy az már lenni szok, ha valaki hadba áll kötésig. Már pedig első fülke for, abba állott, akkoracska hadba, nemes hitte volna halandó korába. Volt ellenfél, bőven, külsőes, belsőes, akit csak a fülke többségéi órán, az országházába hazárulónak kinevezett, hanem egyszer Orbán Viktor rosszot álmodott, azt még csak módosítatni se tudta hirtelen, mert ugye aludt. Pedig beszépen indult az az álom. Már mindenki kezit megkötötte, előre és visszafele. Ott ültek a magyar kormányok, meg annyi mohács és sukoró, megkötött kézvel nyakkendő és cipőfűzőtlen, 120 órás őrizetbe. Ültek bétolva a társadalmi igazságosság hosszú padján, melynek mindkét vége, igyenesen az Orbán Viktor vállán nyugodott, mert úgy volt kialakítva. Hanem egyszer égbe kiáltó gomocsák történt. Ha nem fogták és a pertébé hozták őtőt, de Orbán Viktort magát, a saját álmába, a saját személyébe, Európába, az Európai Unió elnökét, minden ő úgy meg volt kötve a keze, hogy még az igazságot se tudta előhúzni a farzsebiből. Hát akkor hol van legalább a jog? Ordított a csengő hangon, de nem volt a jog sehun. Se védő ügyvéd két napig, se semmi. Már ebből kezdték volna kiholgatni, mikor hál' Istennek megébredett. Azon mód, míg a kávéjához beadott egy én indítványt alkotmánymódosításra, hogy kezet megkötni a mindenkori Orbán Viktor jogosult egyedül. Továbbá, aki mások kezét megkötni jogosult, azért megkötni tilos. Nem volt bonyolult törvény, mert nem volt bonyolult helyzet. Abba a helyben meg ezt szavazta a parlament topján, de valahogy mégis elment a dolognak a kis jó íze, mert ha ezt egy magyar embervel az édes almába meg lehet cselekedni, ha mi lesz ebből az országból? Aki nem hiszi, járjon így!